Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyrészt megtisztelő, hogy itt vannak, és megvárták, hogy van-e viszont válasz, és meghallgatják a válaszomat. Kérem, hogy egy-két dolgot tegyünk rendbe. Valóban 11 óra elmúlt, és valóban az elmúlt 3 órában én úgy, ahogy egy államtitkártól méltó, a székemben ülve, az önök szemébe nézve végighallgattam valamennyi felszólalást, de mondjuk el a televíziónézőknek és az internetnézőknek, hogy nem azért ilyen hiányosak ezek a padok, mert érdektelenség volna, hanem mert egy hétpárti egyeztetésnek a végeredményeként önök azt a döntést hozták, hogy mindig csak az a felszólaló lehet benne a teremben, aki a következő felszólaló előtt lesz itt. Kérem, hogy azt is mondjuk el a televíziónézőknek, hogy azért, hogy most 11 órakor itt vagyunk, az nem a kormánynak, illetve az államtitkárságnak az álságos, az éj leple alá bújtatott terve volt, hiszen 3 órára volt kiírva ez a megbeszélés, és 3 órakor itt voltunk. Ha ez így lenne, akkor az avarégata és témakörét miniszterhelyettes úr, illetve államtitkár úr is az éj leple alatt szeretné áttolni valahol álságos módon a parlamentnek a falain. Elhangzott többször, hogy van-e értelme ennek a beszélgetésnek, és van-e értelme ennek a vitának, és van-e itt szó egyáltalán konstruktív vitáról? Érdekli-e a 22 felszólalót, amelyik 22 felszólaló egyetlen egy elemzési pontot nem keresett ebben a törvényben, amelyik valóban előre vinné a világot? Valóban érdekli-e, hogy mind mentünk keresztül? És hogyha igen, akkor annak ellenére, hogy mindenki nagyon szeretne hazamenni, én még rászánnék egy pár percet, hogy önöknek elmondjam. Most már nem felolvasásként, most már nem előre megírt szövegként, hanem azt a folyamatot, amelyik folyamaton keresztül mentünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, másfél évvel ezelőtt elkezdtük ezeket a tárgyalásokat. Nagyon komolyan vettük ezeket a tárgyalásokat. Az alapkérdés az az volt, hogy a kultúrában lévő embereknek a bérezését hogy tudjuk valamilyen módon rendezni, milyen módon kell rendezni. És valóban az egyik megoldás az az volna, hogy tartsuk meg a közalkalmazotti törvényt, dőljünk hátra, és kétszeresére emeljük meg minden forrást. Meg tudjuk-e ezt tenni? Van-e erre lehetőségünk? És amikor azt mondjuk, hogy az Eurostatnak azt az eredményét, azt a kimutatását, amelyik azt mondja, hogy 1,3%-os GDP-vel a legtöbb pénzt mi fordítjuk a kultúra területére Európában, akkor ez az adat nem tudja azt mondani, hogy az lehet a jó megoldás, hogyha így hagyunk mindent, és mindent megduplázunk. De miért is van ez így? Kérdezem én, hogy amikor elemeztük másfél éven keresztül, hogy miért van így, akkor azt kellett látni, hogy párhuzamosan Magyarország egyedülálló módon 3 rendszert tart fenn. Fenntartunk egy állami rendszert, nagyon sok pénzt fordítunk az állami kulturális rendszerünkbe. Fenntartunk egy önkormányzati rendszert, és mindemellett folyamatosan támadásokat kapunk akkor, hogyha a privát rendszert, a független művészeti szférát nem támogatjuk meg elégséges pénzzel. Tehát a 3 párhuzamos rendszernek a fenntartása nem teszi lehetővé azt, hogy mind a 3 rendszerben mindig gondolkodás nélkül egyszerűen csak duplájára emeljük a forrásokat, hiszen az adófizetői forintok ezt nem teszik lehetővé. Tehát át kell gondolni, hogy mik azok a racionalizálások, mik azok a jobbító szándékú átgondolások, amitől hatékonyabbá lehet tenni a 3 rendszerből bármelyiket is. Az elmúlt másfél év során szakmai szervezetekkel, intézményvezetőkkel több tucat tárgyalást folytattam, és 4 emberrel találkozok. Ez a 4 ember a mostani tárgyalások során is ebben a 4 csoportra tehető körülbelül ebben a közalkalmazotti munkaviszony kivezetés témakörben. Az egyik fajta szakember, aki már túl van egy ilyen folyamaton, aki valami miatt, hogy egy korábbi közalkalmazotti rendszer helyett egy most már nem közalkalmazotti rendszerbe dolgozik. Nagyon sok ilyen van elsősorban az előadó művészet területén, de látjuk, hogy a közművelődés területén is gyétésedtek az intézményeink, és azok az intézmények, akik valamilyen oknál fogva egy új rendszerbe dolgoznak, azok arról tudnak beszámolni, hogy egy hatékonyabb, sokkal jobban működő rendszerbe tudtak beszállni.
Az intézményvezetők boldogabbak, hiszen a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban tudják felhasználni. Az ott dolgozó emberek valamennyien több pénzt visznek haza, és ezért boldogabbak, hogy nem a régi közalkalmazotti rendszer szerint kell működniük. Ez volt az egyik információ. Ilyen emberekkel találkozunk, akik ezt igazolni tudják. A másik fajta ember típus, akivel találkozunk, akik kérik, hogy oldjuk meg ezt a nehézségüket, hiszen elmondják, hogy bár többször elhangzott itt, hogy a közalkalmazotti bértábla fölfelé nyitott, de a fenntartók nem engedik meg, hogy ezt a nyitottsággal ők éljenek. A fenntartók megkötik a kezét annak a színházigazgatónak, megkötik a kezét annak az intézményigazgatónak, és azt mondják, hogy kedves barátom, a rendelkezésre álló bérkeretet nem lehet több, mint amennyi a közalkalmazotti bértábla. Tehát kérnek bennünket, folyamatosan arra vonatkozólag jelezték a változtatási szándékot, hogy ezt a problémát oldjuk meg, legyen ez a fajta békjó levéve a kezükről. Aztán a harmadik féle tárgyalási forma, akikkel találkozok, akik politikai alapon ezt ütik, verik, mert hogy ez egy jó alkalom arra, hogy ezzel a témakörrel kapcsolatban most tudjunk szélesebb társadalmi rétegeket megszólítani és vitatkozni. És a negyedik réteg, amelyikről Nacsak képviselő úr beszélt, akik bizony egy picit meg vannak vezetve, bizony félelembe vannak tartva. És akkor, amikor itt párbeszédről beszélünk, akkor mi az én feladatom államtitkárként? Az elsődleges feladatom, hogy azokkal a képviselőkkel is rendkívül megtisztelő, hogy vannak ilyenek, akik a szememben nézve figyelik, hogy miről beszélek, azokat megpróbáljon meggyőzni arról, hogy jók a szándékaink, hogy tiszták a szándékaink, hogy szó sincsen róla, hogy a kulturális szférának ezen dolgozóival bárki is ki akarna babrálni. Az egyik feladatunk az ez. A másik, hogy a kulturális szférában dolgozó embereket megnyugtassuk, hogy nem igaz. Hát a te munkádra, kedves barátom, szükségünk van. Hát nem igaz, hogy a levéltári dolgozókból utcaseprőket akar csinálni a kormány. Elhangzott egy parlamenti vitán, megengedhetetlen, hiszen ez ívik be az emberek fejébe. Nem igaz, szükség van a levéltári dolgozókra, szükség van a könyvtárosainkra, és muszáj megállnom egy pillanatra, mert harmadszorra csavarták ki az én mondataimat. Hát egy televízió interjúba fölteszi a kérdést a riporter, hogy van-e félnivalója a könyvtárosoknak. És én erre azt a választ adom, hogy nem, nincs félnivalója egyetlen jól dolgozó könyvtárosnak sem. Mellékesen hozzáteszem, nem a könyvtárosokról beszélve, hogy igen, félnivalója van minden olyan közalkalmazottnak, aki különben nem jól végzi a munkáját. Ezt mellékesen hozzáteszem, de ez nem a könyvtárosok megsértése, elnézést kérek, szó nincsen róla. Az általam rendkívül nagyra tisztelt elnök úrnak, miniszter úrnak muszáj a szavait visszautasítanom. Akkor, amikor ennek a törvénynek az előkészítése során bármiféle politikai tisztogatást sejtett. Én 8 évig voltam a Békésabai Jókai Színház igazgatója, 2 évig voltam a Nemzeti Színház aligazgatója, 3 évig vezettem a Nemzeti Cirkuszművészeti Központot, akkor még Macivát. Soha egyetlen egy olyan munkavállaló, akár közalkalmazott volt, akár művész volt, akár háttérszakmára dolgozója volt, a politikai nézete, az ideológiája miatt semmiféle diszkriminációba soha ezekben az intézményekben nem részesült. Tehát egy ilyen irányú szándékot feltételezni, egy ilyen irányú szándékot sejtetni, ez azt a 4-ből a 3. kategóriájú embereknek a félrevezetését tudja szolgálni, hogy félelembe keltsük azokat a közalkalmazottakat, akiknek kifejezetten azt szeretnénk, hogyha jobb körülmények között tudnák elvégezni a munkájukat. Szó nincs róla, hogy bárki ezektől az emberektől munkát, hát szükség van rájuk, hát szeretnénk, hogyha ezek a könyvtárak jól működnének, különben nem hoztunk volna olyan törvényt, hogy minden kis faluba kell lenni egy olyan közművelődési szintérnek, ahol valaki dolgozik, és aki valaki az ottani közösségeket kiszolgálja. Hát miért hoztuk volna meg azt a törvényt, ha különben meg akarnánk szabadulni tőlük? Hát szó nincs róla, muszáj visszautasítanom. És akkor, amikor konstruktív vitáról beszélünk, akkor fölteszem én a kérdést a 22 felszólalóval kapcsolatban, hogy senkinek, egyetlen embernek nem jutott eszébe, hogy emögött a törvény mögött valóban egy konstruktív, egy előremutató, egy jobb felhasználása a közpénzeknek gondolat merül fel. Azt kérték a szakmai szervezetek, hogy
Egy, gyorsan adjunk valami pénzt, gyorsan jelenjen meg valami forrás, hogy érezzék a dolgozók, hogy van miről beszélni. Itt a 6%. Azt kérték, hogy hosszú távon legyen valamiféle bérrendezés, de ez ne egy feneketlen kútba menjen bele, ne egy szőnyegszerűen mindenki által megkapott, hanem egy bértömegszerűen elosztható, valóban a jó munkáért járó, valóban a kreatívan, előremutatóan, gondolkodóan dolgozók számára adható bérről legyen szó. És akkor, amikor a 6%-ról beszélünk, akkor is azért küzdünk, hogy ez a 6% is bértömegként jelenjen meg visszamenőleg január 1-től. Nagyon kis pici pénz ez a 6%, pontosan tudjuk. De a 8%-kal, ami évelején megvolt, hogyha ezt a 6%-ot már bértömegnek kezeljük, akkor valószínűleg, hogy az év második felébe ezzel már valamit el lehet indítani. És az volt a nyilatkozatunk, hogy mindent megtesz a kulturális államtitkárság annak érdekében, hogy egy, befogadjon minden kreatív és minden előremutató javaslatot, második pedig, hogy azt a fajta bértömeg emelést, amit elindítottuk, azt a jövő évben az ország teljesítmény képességének a függvényében megvalósítsa. És én ezt továbbra is képviselni fogom, és ahhoz kérem a parlament tagjainak a segítségét, hogy ez a törvény ilyen módon most elfogadásra kerüljön, hiszen semmiféle rossz szándék nincsen mögötte. Köszönöm szépen!